István piarista atyát, tanárúra. Ő vállalta, hogy Estről eljön, és ma egyrészt itt a ünnepi beszédet elmondja, másrészt pedig 6 órától jövőként bemutatja a templomban a szentmisét. Éppen ma 64 éve annak, hogy az ávósok elvitték Miskolcról az akkor itt élő indulító atyákat, szerzeteseket, papokat, testvéreket, tanulókat, és éppen 10 éve annak, hogy a készbeszéd a koszorúzási ünnepséget. Tehát itt az a 10. alkalom, hogy itt találkozunk önökkel, kedves mindjártal gondolom, nem kevesen vannak, akik mind a 10 alkalommal részt vettek ezen az ünnepségen. 64 év nagyon-nagyon hosszú idő. Én úgy gondolom, hogy mégis nagyon jó, hogy erről évről évre megemlékezünk, hiszen ez is egy olyan dolog, voltak egy olyan szerepe, amiről nem kell, nem szabad elfeledkezni. Tehát erről a dologról, ezekről az eseményekről sokkal többet tud nálam tanár úr, úgyhogy minden további szó bevezetés nélkül át is adom neki a szó. A városnak hívő emberei, és jártak a börtön kápolnába is, hogy ott a rabokat, a hitnek a világához elvezessék, vigasztalást adjanak nekik, lelki erőt, büntetésüknek a törtésére, új életre. Szolgáltak úgy, hogy a munkájuknak az eredményét Jóisten tartja nyilván, és a városnak a történetébe, múltjába beívódott. Nagyon megrázó dolog volt az, hogy akkor, amikor a kommunista diktatúrában betegápolásban teljesítettek szolgálatot, és az imádságukkal, meg a szociális szegény gondozásukkal, tanításukkal nagyon sokat használtak mindenfelé. A történelemből tudjuk, az egykori iratokból, hogy maguknak a tárgyalásoknak az iratai is ránk maradtak, előkerültek a levéltárakból, hogy azzal a gondolattal szüntették meg a szerzetességet, hogy annak a révén nem csak a templomban van jelen az egyház, hanem a civil életnek a világát is áthatja iskolák révén, kórházok szolgálatok révén, a szegények gondozása révén, és ezt akarták megakadályozni. Az volt a logikájuk, erre hivatkoztak, hogy valamikor régen az állam képtelen volt ezeket a kulturális feladatokat ellátni, és azért hívta meg a szerzetes rendeket, hogy rájuk bízza ezeket. De most hát megváltozik az ideológia, az államnak a ideológiája is, és van embere arra, hogy ezeket a feladatokat modernül és hát az új eszméknek a nevében ellássa, nincs szükség a szerzeteseknek a munkájára, és ezért ezeket megszüntetik. Egyedül ugye 6 fiú és 2 leányiskolában engedték meg, hogy a szerzetesek tovább tanítsanak, hát ezek elenyésző kicsi szám az ország közoktatásához képest, és azokhoz az iskolákhoz képest, amelyben odáig szerzetesek dolgoztak az országban. És amögött a 8 meghagyott, illetve visszaadott iskola mögött a lakosság számára váratlanul, hát elvigyék őket onnan, ahol szeretet övezte őket, és ahol az emberek kiálltak volna mellettük akkor, hogyha tudták volna, hogy őket valami fenyegeti. Éjszaka érkeztek ezek az emberek, és azután ugye se beszéd, nagyon erőszakos, nagyon kemény mozdulatokkal beterelték az atyákat, testvéreket, az autóikban elhúzolták őket, itt a gonosz nevéket. Kezemben van egy érdekes dokumentum másolata, amelyet a itteni pártitkár írt jelentésül. Ő sem tudta, hogy ez a dolog történni fog. És másnap reggel meglepve tapasztalta, hogy a templom előtt tömeg sereglik össze, a templomnak az ajtója be van zárva. És erről számol be, hogy hát maga sem tudja, mi történt. Azt hallotta, hogy éjszaka itt jártak a rendőrök,
és elvitték a szerzeteseket, hát kérdezi, hogy csak ugyan miféle állami intézkedés történt itt. És elmondja, hogy itt az összegyűlő tömegben már beálltak agitátorok, illetőleg hivatalos kémek is, akik ugye arról beszéltek az embereknek, hogy ezek az emberek nem a szerzetesek fogják a miséket bemutatni, hanem világi papuk. És azután ugye ezek ellen a szerzetesek ellen, hát ugye eljárás indult el, tárgyalás indult meg a püspöki kar, és az egyház és az állam között, és ennek a legnehezebb tétele tulajdonképpen ez volt, ez a szerzeteseknek ez a nagyon szigorú és nagyon kegyetlen, hát ugye tulajdonképpen likvidálása. Én piarista gimnáziumban jártam akkor, diák voltam, és ugye láttam magam is ezeket a dolgokat Budapesten, de nem vitték el akkor is. Ugye még inkább azok, akik nem tudnak hova visszamenniük később sem, hát az egész életük ennek a megrázkódtatásnak a nyomán átalakult, és azután volt, aki lehetőséget kapott arra, hogy a világi papi szolgálatba visszakerüljön, de ezek kevesen voltak és kivételesek, többségük pedig hát kellett, hogy elhelyezkedjenek valamiképpen, megkeresik a kenyeiket a civil munkával. És közben ugye esetleg otthon miséztek, de nem volt szabad a hívek előtt igazán egyházi szolgálatot folytatni. Nagyon kemény és nagyon kegyetlen mozdulatok voltak ezek. És ugye megrázó dolog, hogy akkor, amikor ezek után mégis az állam diktátora szerint hát ezt a bizonyos megegyezést megkötötték a püspöki karral az államhatalom, akkor a püspöki kar készített egy körlevelet, amelyel be akart számolni erről. Ennek a körlevélnek néhány mondatát olvasom el. Ez 1950. augusztus 29-én íródott. Legfájdalmasabban érintett bennünket a szerzetes rendek működési engedélyének megvonása, és egyes tanítórendeket kivéve a feloszlatásunk. Emiatt megfontolást tárgyává tettük maguknak a tárgyalásoknak a megszakítását is, és a tervezett megállapodás visszautasítását. Ezzel azonban a szerzetesekkel nem segítettük volna, sőt előre láthatólag súlyosabbá tettük volna a helyzetüket. Meg kellett tehát elégednünk a tiltakozással, amelyet most ünnepélyesen is megismétlünk. Egyben kérünk benneteket, hogy szerzeteseinket, akik a ti fiaitok és leányaitok, vér szerint és így szerint való testvéreitek, és akiknek a működése oly sok kedves emléket és hálás érzelmet kell szívetekben, imádságotokkal kísérjétek, és nehéz helyzetükben támogassátok. Felhasználjuk ezt az alkalmat arra is, hogy itt köszönjük meg nektek azt a megható szeretetet és sok segítséget, amelyet szerzeteseinknek megpróbáltatásunkban nyújthatok. Legyen ezért hálás köszönet Isten fizessen minden jó téteményért. Hiszük, hogy a szerzetesek is meg fogják azt hálalni, mert új helyzetükben is híven és önfeláldozóan szolgálják Isten másoknak a elhusztulását. Ugye tulajdonképpen megalázó módon végezték, és ugyanakkor úgy, hogy ezekről beszélni sem illett, hanem egyszerűen némán tudomásul nem illetett csak. Most megünnepeljük azokat, akik akkor itt egy ilyen majdnem vértanúi magatartással viselték ezeket a megpróbáltatásokat. Nem azért tesszük ezt, hogy fölhánytorgassuk a múltnak a bűneit, hanem azért, hogy azoknak a hősiességét, akik akkor ezeknek az eseményeknek az áldozatai voltak, tisztelettel megrendüljük, újra elgondoljuk. És elgondoljuk azt, hogy milyen óriási dolog számunkra, hogy azért ha lassan is, de megváltozott egy hirtelen fordulattal mégis a diktatúrának vége lett, és azután újra élethet itt az élet, szerzetesek visszatérhetnek, imádkozhatunk velük, és azoknak a hűsége, akik akkor, hát ugye, ilyen nehéz körülmények között kitartottak, fogadalmuk mellett az Istenhez való hűségükben, azoknak a hűsége, hogy csodálatos módon újra megöntözi ezt a földet, és újra termelődik közöttünk a léleknek a kegyelmeit. Azt kérjük az Úristentől, hogy ilyen módon őrizze ezeknek az embereknek az emlékét a város,
és azok a nézők azok, akik a nyomukban lépnek, és hogy ne kelljen nekünk több ilyen megrázó, fájdalmas eseményt ünnepelni, meg számon tartani, hanem lehessen a újjászülető életnek a szolgálata, ami életünk feladata, akkor is, hogyha nem valami könnyű úton, nem egyszerre fordul meg a világ, de vegyük észre, hogy a mi erőfeszítéseim már nem hiába valók, nem egy lehetetlen falat próbálunk megmászni vagy ostromolni, hanem valamiképpen utat nyílnak előttünk, amit talán egy tisztább, igazabb, edve és örömet elik. Ezekkel a gondolatokkal ünnepünk, és így emlékezünk, és így nézünk egymás szemébe is, így fordulunk az Úristenhez is, hogy a áldását kérjük.